Közel 40 évi szünet után ismét magyar-spanyol válogatott labdarúgó mérkőzés Madridban. Az ünnepélyes zászlócsere után a sportszerű légkörben lezajlott mérkőzésen a sötétmeze spanyolok kezdik a játékot. A nagyon ügyes, jó technikájú jobbeszekötő Pereda kapja a labdát, akadálytalanul viszi fel a magyar tértél közepére, aztán Zokóhoz játszik, a bal fedezetet azonban Nagy István és Fendesi együttes erővel szereli. Fendesi a félvonalon álló Tihihez további. A magyar csatár előre viszi a labdát a spanyol tértél közepére. Alberthez játszik, a középcsatár lábáról azonban elpattan a labda, és Suárez, a spanyolok játékmestere kaparintja meg. Fölviszi a félvonalig. Ott Nagy István támadja meg Suárez, egy jó csel, majd jobbra kerül a labda ismét Suárezhez, középre íveli, pered a fejjel, és gól. Gól bizony háríthattuk volna. A 61. perctől a magyar csapat új erőre kap. Támadás után vezet. Most is kim van a labda a jobb oldalon Tihinél. Lő, Kiribár kiüti, benne berohan, és a hálóban a labda. Gól! Sikerült a kiegyenlítés. 1-1. A 2x15 perces hosszabbítás előtt jól esik a pokoli melegben kifáradt játékosoknak a pihenő, s hasznos a lelki fröccs is. Bár ami azt illeti, a testi felfrissülés is jót tesz szurkolónak s játékosnak egyaránt. A hosszabbítás első részében a mieink játszanak jobban, de a végén feljönnek a spanyolok. Az utolsó percekben a spanyolok sokat támadnak. Ott van a labda a magyar 16-oson belül, Marcelino fejel, Amancio lő és gól. A magyar csapat végeredményben a harmadik helyen végzett.